Kefir édesanyja tavaly évben súlyos balesetet szenvedett, 15 méter zuhanyt egy lépcsőről. Hogy hogyan lehet ezt a balesetet feldolgozni, és hogy hogy halad a gyógyulásban? Miatt a vendégeim most üdvözlünk titeket, és jó napot jó kívánok, reggelt, jó reggelt sokan. A műsorban. Jó reggelt, sziasztok! Mi történt pontosan? Ugye Kefir, amikor történt a baleset, akkor erről már egyszer beszéltünk, de ne felidéznéd újra, hogy mi történt pontosan édesanyjában? Igen, egy évvel ezelőtt történt majdnem. Pontosabban tavaly szeptemberben siófoki könyvtárnak a lépcsőjéről zuhant le az édesanyám, kifele jövet. Ez egy ilyen márvány lépcsőt kell elképzelni, ami nagyon, nem is nagyon van csúszásmentesítve, és az eset előtt eső volt a városban, úgyhogy nyilván csúszott a lépcső, és hát legurult rajta szegény édesanyám. Ezt, ennyi. És hogy egyszerűen nem is az embernek olyan nehéz bármit mondani ilyenkor, hogy ezt hogy lehet feldolgozni, és hogy a gyógyulás, hogy annyira jól néz ki édesanyját, hogy látom, hogy a gyógyulás azért remélhetőleg jól halad. Nagyon nehéz volt, sokáig nem is ismert meg engem, pár héten keresztül, meg egyáltalán sem olyan családtagját. Aztán szépen ellátták végül is a siófoki kórházban. Most pedig ott tartunk, hogy minden egyes orvos azt mondja, hogy egy évnek el kell telnie, egy évig folyamatosan most vizsgálják havonta, ha jól tudom, ugye? Igen. Tessék oda tenni a mikrofon elé. Igen. Vagy magad elé a mikrofon. És hogy majd egy év után meglátjuk, hogy ez egyáltalán javul, vagy nem. Most anyukám mondtam, hogy nem látszik semmi, mert tényleg tök jól nézel ki. Akkor igazából nem telt el még egy év, és itt van velünk a műsorban, ugye ez szerintem egy óriási dolog. Nem tudom, hogy éppen ön most hogy érzi magát, milyen mondjuk visszajárni kontrollra, mi az, ami mondjuk önnek még benne maradt a lelkében vagy a fejében. Igen, én nekem az a gondom, hogy nagyon szeretném visszakapni a régi életemet. Tehát amióta megtörtént a baleset, borzasztóan könnyen ideges leszek. Nagyon sok mindent elfelejtek. Nagyon nehéz, különösen most, hogy ilyen meleg van, ezek a szédülések, lehajolni egyáltalán nem bírok, mert azonnal elszédülök. Tehát olyan jó lenne, hogyha ugyanúgy élhetnék, mint azelőtt. Ami még gondot okoz, az, hát van két unokám, őket is azért lényegesen nehezebb látni. Tavaly ilyenkor beraktam hátra a kocsiba őket, és levittem Siófokról Szegedre a szüleikhez őket, mert éppen ott játszottak akkor. És ugyanakkor mi, a férjem és én művelődés szervezők vagyunk még ilyen időskorban, és azért egy kicsit ezzel foglalkozunk. És én nagyon sokat segítettem a férjemnek, tehát több műsor volt, én is vittem a művészeket, mentünk műsorra. Most viszont nem vezethetek, tehát egyáltalán. Sőt, mikor a pszichológusomnak felvetettem, hogy szeretnék kerékpározni, azt mondta, hogy szobabiciklit tud ajánlani. Igen, az biztos, hogy egyébként az orvosokban van egyfajta aggódás, és szerintem ez a fajta túlaggódás az ön szemét életben biztos, hogy ez majd úgymond később a javára fog válni. Viszont te, Kefir, te mondjuk hogy állsz ez? Ugye emlékszem, akkor azért nagyon kétségbe voltál esve, most szerintem abszolút lehetsz egy teljesen pozitív ember. Most is kétségbe vagyok esve, hiszen azt nem mondta anya, hogy az eredményei rosszabbak. Tehát, hogy konkrétan közelítik a nagyon rossz állapotot, és azért aggódok, mert ez ugye nem látszik rajta, de ugyanakkor a papíron más van írva, úgyhogy nem tudom ennek mi lesz a vége. Mikor mész a következő vizsgálatra? Jövő hónapban. És az e-havi milyen lett? Az e-havi EEG eredményem szerintem sokkal rosszabb volt, mint eddig bármelyik. És azt mondják az orvosok, hogy azért kell ezt az egy évet megvárni, mert hogy fordulhat ez akár visszafele is. Tehát egy ideig elkezdett javulni, ugye, mert felszívódott a vérömleny az agyába. Tegyük hozzá, hogy mind a két agyfélteke bevérzett, tehát nem is tudom, hogy csodával határos módon úszta meg ő ezt az egész dolgot. Ehhez képest elkezdett javulni, most meg mintha visszafordult volna, és azt mondják, hogy ez még sokkal rosszabbra is fordulhat, úgyhogy én ezért aggódok, hogy ez ne következzen be. Hál' Istennek nem. Mi az, amiben ti családtagok tudtak mondjuk segíteni az orvosokon kívül? Folyamatosan figyelitek az állapotát, beszélgettek vele, viszitek magatokkal, vagy mi az, amiben tudtok igazából ti segíteni? Állandóan mellette van valaki a családból, főként édesapám, ugye? De te is reagálj rá, ha gondolod valamit. Igen, hát gyakorlatilag az a segítség, hogyha mellettem vannak, ugyanis még nem tudok nagyon több felé figyelni, nem tudok több dologra koncentrálni egyszerre, viszont ha van velem valaki, akkor az figyelmeztet. Biztonságot ad egyébként csinálok. Az, hogy ön mellett mindig van valaki a családból? Igen, így azért bátrabban tetszik ön is mondjuk mozogni, igen. Akár figyelni másra?
Igen. Igen, de ez neki ugye hiányzik, mert régen ő teljesen önállóan egyedül közlekedett, autót vezetett a városba, és tulajdonképpen ő volt a család ellátó. És nagyon-nagyon sok minden, nagyon türelmes és alkalmazkodó ember volt. Hát most ez a része eltűnt, most fordult a kocka, az édesapám látja előtt, és ő a türelmesebb, neki kell egy kicsit jobban odafigyelnie. Van ennek egy pozitív következménye is, hogy az igazságérzetem sokkal nagyobb lett. Én régen a béke kedvéért mindent elviseltem, most viszont mindenért szólok sajnos. Kettér is olyan viszont jól látni édesanyádat. Igen, én biztos vagy, hogy mindenért szólhat. Igen. Kettér, te mivel tudod édesanyádat a legjobban felvidítani? Felvidítani? Hogyha ott vagyok vele és beszélgetek, sajnos. Nincs annyi időm, mint amit szeretnék, de mindenféleképpen több időt töltök vele, mint amennyit a régi idők alkalmával. De szeretnék sokkal többet. Ő azt nagyon szereti, ami beszélgetünk. Hozzáteszem, mint gyerekkorom óta a legjobb barátomként kezelem őt, és mindent megbeszélek vele. Minden egyes titkomról és vágyamról és mindenemről tud. És ezt most próbálom egy kicsit fokozni, most egy kicsit többet beszélgetek vele. Majd lehet, hogy lesz több időnk is egyszer. Nagyon szépen köszönjük hogy szépen. Itt voltatok elmesélve. Katalin, önnek jó egészséget kívánok. Igen, és nagyon jó volt mosolyogni lenni. Igen, Kefir, ugyanígy akkor mindenben támogasd édesanyádat, és hát várunk téged is vissza ide a műsorba.